dámy, vážení páni, milí hostia. Vítam vás na vernisáži výstavy z diel sochára Györgya Magyara. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, kedves vendégeim! Üdvözlöm Önöket Magyar György szobrászművész műveiből készült kiállításunk megnyitóján. A kiállítás megnyitja Himmler György. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves művészetpártoló közönség! Kedves barátom Magyar György, 70 éves. Ebben a babiás korban akár meg is pihenhetne, ahogy a számomra egyik legkedvesebb szoborolatja. De neki még van mondani, pontosabban alkotni valója. Népéről, történelmünkről, szeretteiről. Sőt, mintha az utóbbi években még motiváltabb, még termékenyebb lenne. Gyuri egyedi parasztfigurák ábrázolásával kezdte. Ezek a szülőfalu Szalka üzenetét hordozzák. Talán ezek a figurális plasztikák képezik ennek a mai retrospektív kiállításnak a gerincét. Egyedi szoboralakjai idővel egyre kifinomultabbak, imád nem csak az emlékeiben élő figurák hű megformálására cél, hanem a gesztusok, érzelmek ábrázolása is. Az idő terhe alatt görnyedő parasztfigurákból elemi erővel törnek felszínre a ma is elevenen élő gyerekkori emlékek. Gyuri másodjára eljutott a szoborkompozíciókhoz, amelyek elsősorban lovas figuráiban öltenek testet. Merész vállalkozás ez részéről, mert egy több figurás kompozíciónál jobban oda kell figyelni az arányokra és a kidolgozottságra is. De úgy tűnik, hogy van hozzá türelme és jó érzéke egyaránt. A lovakhoz való vonzódása talán Lókupec dédapja rejtett genetikai öröksége, de lehet, hogy mestere Nagy János hatása, vagy mind a kettő egyszerre. Alkotásainak harmadik csoportját a történelmi, illetve vallási tárgyú domborplasztikák alkotják, mint például az 1544-es Szalkai viadalt, vagy az 1683-as Párkányi csatát ábrázolják, amely a Zady Andrea alapiskolában látható. De ilyen a Bényi Kutacska stációihoz készült keresztúti domborművek sorozata is. Magyar György ezeken keresztül ugyancsak a szülőföldhöz való kötődését prezentálja, azok történelmi dimenzióján keresztül. Hölgyeim és uraim, megígértem Gyurinak, hogy rövid leszek. Önök mai gazdag, de még nem végleges alkotói pálya termését kapják ajándékba. Vegyék hát birtokba Magyar György alkotásait, és köszöntsék őt ezzel 70. életévében. Én kívánok neki a további alkotó munkájához sok szerencsét, türelmet, jó egészséget.